Sok szeretettel köszöntöm a Körzeti Televízió minden kedves nézőjét. Borubszky Petra vagyok, a mai adás műsorvezetője. Az elkövetkezendő percekben híradónkban az elmúlt hét eseményeit elevenítjük fel. Híreink következnek. Dunai Tamás színművész volt a vendége a Helyiser József Városi Könyvtárnak múlt héten hétfőn. Az egybegyűlteket Váradi Eszter, a könyvtár igazgatója köszöntötte. Jó estét kívánok ezen a gyönyörű, szép tavaszi délutánon, még nincs is igazán este. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Dunai Tamás művészurat, Jászai Díjas érdemes művészurat. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Jászai Mari díjas érdemes művész Bánhidi Vajk elsősorban arról faggatta, hogy bölcsész szakon folytatott tanulmányai ellenére hogyan került kapcsolatba a színészettel. Hogyan köt ki annak ellenére a színészi pályán, hogy igazából a zenei indítatása is megvolt, hiszen édesapád példáját követve ez az affinitás nagyon-nagyon hamar kialakult, és mégis a bölcsész vonalon indultál el Szegeden. Hogy kerültél mégis a színészettel kapcsolatba? Hát azt szokták mondani, hogy a véletlen Isten fedő neve, ha nem akarja magát megmutatni. Anatole France írta ezt. Mindig véletlenek, látszólagos véletlenek. A nővérem, Eszter nővérem, lányom később Eszter lett, beíratott francia szakra. És Lili Pista bácsi, aki akkor az osztályfőnökön volt, nagyon nagy példaképünk volt. 56-ban elmondta a talpra magyart, ezért aztán ült is. Egy nagyon-nagyon tisztességes, becsületes klasszember. Ő mobil esetén elmondom József Attila 5 sorát, jó? Most tessék kikapcsolni még a mobilokat, de így vagy lehalkítani. Így elmondom, jó? Gyönyörű, még nem vagyunk ott, de elmondom. Gyönyörűt láttam, édeset. Elképzeltem egy gyenge rózsát, elbámészkodtam, s rám esett, mint nagy darab kő a valóság. Bánhidi Vajk tanár az iránt is érdeklődött, hogyan lehet folyamatosan elsajátítani azt a nagy mennyiségű szöveget, amelyet a színészeknek aztán a színpadon és a színfalak előtt kell maradéktalanul visszaadniuk. És te hogy gyakorolsz például? Tehát azért akkor, amikor hogyan gyakoroltál? Tehát akkor, amikor tömegével kellett tényleg filmes szövegeket megtanulni, akkor este gondolom játszottatok a színházban, igen. De közben próbálni kellett valamikor. Igen, igen. Tehát hogy lehet ezt befogadni, ezt az irgalmatlan mennyiségű szöveget, illetve utána hogy tudod megfelelő módon előhívni? Hát, komoly. Közös gyakorlás is. A főiskolán ott rögtön nagyon megterhelnek. Tehát a színvizetén rengeteg memoritert adnak föl hétről hétre, amit meg kell tanulnod. Na most, hál' Istennek az ember közben nem csak rögzíteni tanul meg, hanem törölni is. Én egy sorra nem emlékszem az ember tragédiájából, pedig játszottam Ádámot is, meg Lucifert is. Most nincs rá szükség, tehát azt mondom, ami a Vörös Sándor szöveg, amikor kamuból diktál egy útlevelet az egyik titkárnak, ahol őt, mint Avramot, ő Avram, fölmentik, tehát hogy ne irigyeljék el az útlevelét, akkor ilyen szöveget kell most mondani, hogy Avram, te szégyentelen, aljas izraelita. Kérdezi a döbben, ezt írjam, ezt. Ki nem átallád igaz hitű muzulmánnak, aleppói sejknek, mekkai zarándoknak álcázni magad, holott a pozsonyi piacon ordebálván és sípolván árultál bajuszpedrőt, s gatyamadzagot. Tehát, hogy ilyen szövegeket kell most megjegyezni, ezért kell a hely, és nem tarthatom vissza azt, amit 40 évvel ezelőtt mondtam, vagy 50. Tehát azokat már nem. Hál' Istennek letöröltem. Nem? Tehát, hogyha ha újra játszanak... Abszolút, egy hét múlva tudnám. Egy hét, még annyi se. Abszolút. A maga a rögzítés pedig, hát nem tudom, hogy sikerül, valahogy sikerül. Április 12-én a nemrég elhunyt dr. Pifko Péter helytörténészre emlékeztek barátai, ismerősei Esztergomban a tárlakszalomban. Az emlékezést Gép Sándorné nyugalmazott tanár kezdte. Pifko Péter honlapjáról. Esztergomban születtem 1950-ben. Általános és középiskoláimat is itt végeztem. Magyar történelem szakos tanári, majd levéltáros történész szakon diplomát szereztem. Bölcsész doktori munkámat 1987-ben védtem meg az ELTÉ-n. Első munkahelyem a Komárom megyei levéltár volt, ahol 2 év megszakítással, 2 év dorogművelődési ház, 15 évig dolgoztam.
Elsősorban a 18.-19. századi Esztergom megye és Esztergom szabadkirályi város iratanyagának referenciája tartozott hozzám. Ez határozta meg kutatási területemet is, és a megjelent publikációk többsége is ebből az időszakból került ki. 1972-től elsősorban a levéltár színháztörténeti anyagának feltárását végeztem. Ennek eredményeként a Magyar Színházi Intézet 1983-ban modellként a színháztörténeti füzetekben megjelentette a Komárom megyei levéltár színháztörténeti iratait. Ezt követően több levéltár is elvégezte a színháztörténeti iratok feltárását. A színháztörténet mellett település és társadalomtörténeti kutatást is folytattam, és e témákban publikáltam. 1986-tól a Komárom-Esztergom megyei múzeumhoz kerültem, mint irodalomtörténész, irodalmi muzeológus. Feladatom a megyei irodalmi emlékhelyeinek felügyelete, gondozása volt. Ebből is kiemelkedett az esztergomi előhegyen lévő Babits Emlékmúzeum, amelyet a költő halálának 50. évfordulójára a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen rendeztünk újjá. Ezután dr. Pifkó Péterné Zachar Anna köszönetét fejezte ki valamennyi barátnak, rokonnak, ismerősnek, de legfőképp férjének, aki közel 43 évig volt társa az életben és a munkában egyaránt. Két hét ilyen 43 évig. Együtt volt velem, és mindent együtt tudtunk csinálni, együtt tudtunk dolgozni, nevelni a négy gyereket, és nagyon sokat élveztük is az életet, szerettünk színházba járni, kirándulni, utazgatni. Nagyon szép, 43 év volt. Köszönöm szépen. Kovács Lajos író, Pifkó Péter egyik színháztörténeti írását olvasta fel. A magyarországi játékszíni mozgalom a 18. század 70-es éveitől bontakozott ki. Röpiratok, újságcikkek serege bizonyította fontosságát. 1790-ben a komáromi születésű Pécedi József a Mindenes Gyűjtemény lapjain a magyar teátrum felállításának gondolatával foglalkozik. S hogy ennek megvalósulását elősegítse, mozgalmat indít a magyar nyelvű drámaírás támogatására. Az egyik legkorábbi magyarországi Shakespeare szöveg is a Mindenes Gyűjtemény 1790. évfolyamában jelent meg Pécel Józseftől. Ez a viharból vett prózai fordítás, amely a Westminsteri apátságban található Shakespeare emlékművén. Idézem, a felhőket fenyegető tornyok, a pompás paloták, a szent templomok, sőt maga is, ez a föld golyóbisa, egy szóval minden, ami földi elmúlik, és mint az álmodozásnak fundamentum nélkül való épületjei, még csak leomlott hantokat sem hagynak maguk után. Durzák Anna nyugalmazott tanár főiskolai éveit elevenítette fel, amikor először találkozott a színjátszókörben Pifkó Péterrel. Tanítóképzős voltam, ti már akkor fölöttem jártatok, és még csodálkozva néztünk még benneteket is, és akkor kerültem én a Nagyfalusi Tibornak a színjátszó körébe, és ott találkoztam Péterrel. És amit ő meg is említ, közös darabunk, a Kocsonya Mihály házasság, ez egy 18. századi iskola dráma, amiben kellő humor és kedvesség, és tényleg egy hatásos darab lehet azt mondani, amelyben én az anyósát játszottam, szerep szerint. Kedves próbák voltak, és nagy öröm volt együtt dolgozni ebben a társasággal. Az esztergomi Szent Mihály görög katolikus templomban megújult az ikonfal. Az ikonfalról dr. Papp Szabolcs, prefektus atyát kérdeztük. Az esztergomi jelenlegi görög katolikus templom eredetileg a szerbek és a görögök által közösen épített görög-keleti, vagyis ortodox templom volt. A jelenlegi ikonosztázion, amit itt látunk, annak az eredetinek egyfajta mása. A 18. század második felében épült egyébként ez a templom, és lassan-lassan népies, de mégis szerb stílusban készült el. Ez a Szentendrei Ortodox Múzeumban látható egyébként az a sok-sok ikon, ami megmaradt még ebből az eredeti ikonosztáziumból, illetve van még egy-kettő különleges ikon,
A püspöki szék az már nem maradt meg, püspöki trónszék, azt is két különböző ikon díszített, ami szintén a múzeumban látható. Az ikonfal fafaragásait dr. Kovács József, Király Zsiga díjas fafaragó, népi iparművész alkotta meg. Azt az alkalmat ragadtuk meg, hogy elkészült az ikonosztáznak a díszítő faragása, aranyozása, és tulajdonképpen utolsó mozzanatukat időzítettük erre a napra. Így 29-én országosan hirdették meg ezt a szakmai konferenciát. Hát 28 fő jelente meg ezen a szakmai konferencián. Megmondom őszintén, kicsit nagyobb szakmai érdeklődést vártam, de a közönség azért nagyon hálás volt. Ezen a konferencián két, illetve három téma szerepelt. Egyszer az ikonosztáznak a díszítő faragása, aztán az aranyozás, mert hiszen az aranyozás az a faragó társadalmat érinti, mert sem szakmunkájukat aranyozzák. És akkor, ha már egyszer itt voltunk a görög-keleti templomba, akkor nyilván az atyát is megkértük arra, hogy az ikonokról tartson egy rövid tájékoztatást. Nagyon nagy volt az érdeklődés, és mondhatom azt, hogy amikor befejezte ő az előadást, akkor bevonultunk ide templomba az utolsó darabot, a diakónusz ajtónak a pártadíszét ünnepélyesen helyre tettük, és ezzel tulajdonképpen az ikonosztáz építése befejeződött. Az Esztergomi József Attila Általános Iskola az idén is részt vett az Országos Élelmezés és Táplálkozás Tudományi Intézet által meghirdetett ivóvíz népszerűsítő programon. A program egyik alappillérének tekintették a tanulók megfelelő folyadékfogyasztással kapcsolatos ismereteinek bővítését. A tanítási órákon a vízfogyasztás fontosságára, illetve a cukrosüdítő káros hatására hívták fel a figyelmet. A Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága április 11-én rendezte meg a megyei szakmai közlekedés rendészeti versenyt Tatabányán. A megyében szolgálatot ellátó egyenruhások előbb elméleti tudásukról adtak számot, a nap második felében pedig karos forgalomirányításban, illetve gépjárművezetés technikában mérték össze tudásukat. Karos forgalomirányítás kategóriában az első helyezést Horváth Norbert rendőrőrmester, a Komáromi Rendőrkapitányság balesethelyszínelője érte el. A második helyezett Reményi Rita rendőrfőtörzsőrmester, az Esztergomi Rendőrkapitányság munkatársa lett. Harmadik helyen a Tatai Rendőrkapitányság járőrvezetője, Rakó Szabolcs, rendőrfőtörzsőrmester végzett. Adásunk végén nem maradt más hátra, mint hogy mindenkinek áldásos húsvéti ünnepeket kívánjak. Viszontlátásra!